Nincs elég informatikus az országban, és évről évre egyre nagyobb a baj, hogy ezt mi okozza, arról Fazekas Barbarával fogunk beszélgetni, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének csoportvezetőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ezért csokolom, jó reggelt kívánok! Mennyi az annyi? Mennyi hiányzik? A BeResearch 2015-ös kutatása alapján, az az utolsó pontos adatunk, 22 ezer, de már akkor is exponenciális növekedést jósoltak, és ha csak arra gondolunk, hogy körülbelül 160 ezer embert foglalkoztat az iparág ebben a pillanatban, és utána számolunk, akkor valószínűleg már bőven 30 ezer fölött tartunk ebben. De mi lehet a probléma? Ugye itt félmilliós kezdőfizetésekről van szó, hát ez a fiatalok pályakezdők álma. Igen. De ennél komplexebb a kihívás, mert már onnan elindul a probléma, hogy a gyerekek nem szeretnének informatikusnak, vagy ezt kibővíteném, nem szeretnének természettudományos területen dolgozó szakembernek tanulni. Tehát folyamatosan egy picivel nő a jelentkezők száma, de igazi áttörés még nem történt az elmúlt években, vagy akkora áttörés, ami már az ipar számára értelmezhető változást hozna. Hol van a hiányzó 30-40 ezer informatikus? Tehát, hogy nem képezzük ki őket, vagy pedig mivel nem minden pillanatban, vagy nem minden szakákban nyelvhez kötött, kap egy sokkal jobb ajánlatot Ausztriából, Németországból, Angliából, Amerikából? Mind a kettő, nem is képezzük ki őket, és elismernek. És egyébként a hiányzó számot, azt úgy kell elképzelni, hogy tehát nincsen ennyi álláshirdetés, ha most felmegyünk a legnagyobb állásportálokra, hanem a legnagyobb munkaadók azt nyilatkozzák, hogy körülbelül ennyi pozíciót tudnának megnyitni 2-3 üzleti negyed éven belül, hogyha a rendelkezésre állna a megfelelő munkaerő, hiszen nagyon sok nemzetközi nagyvállalatnak a központja van Magyarországon, aki a központból pontosan tudja azokat az igényeket, amiket ők le tudnának fedni, ha azt az ígéretet tudnák tenni, hogy itt van megfelelő mennyiségű munkaerő. Azért itt egészen döbbenetes dolgokat lehet olvasni. A Prezinél bölcsészeket képeznek át programozóvá. Mi lesz ennek a vége? Hát reméljük, hogy például az IVS kezdeményezésére is egyre több olyan program fog elindulni, ami ezt a helyzetet orvosolja. Egyébként a kérdésére válaszolva, például az átképzési programok az elmúlt 3-4 évben. De ez például egy jó példa, igen, a bölcsészek átképzés. Igen. Én azt hittem, hogy ez a teljes tévút. Így van, magam is mielőtt a munkacsoport vezetését elkezdtem, egy programozókat átképző iskolát vezettem, ahol sok száz bölcsészt és más típusú szakembert képeztünk át és helyeztünk el informatikusként. Ez egy működő modell, hiszen ha belegondolunk, itt alapkészségekről és később egy bizonyos típusú információ halmazról van szó, és egy jó kognitív készségekkel rendelkező bölcsész, orvosmérnök bármikor átképezhető erre a szakterületre. Nyilván tudjuk azt, hogy merre megy el a gazdaság, hogy például az informatika mennyire pörgeti a gazdaságot. Az a helyzet, ami most van, az okoz kárt a nemzetgazdaságnak? Abszolút okoz, igen. Tehát, forintosítható ez? Igen, most igyekszem pontosan idézni, szintén ebben a kutatásban azt hiszem egy nagy autógyár elvesztésével egyenlő lehetőségtől esünk el. Tehát értsem ezt úgy, hogy amennyi informatikus ebben a pillanatban nincs rendelkezésre, tehát nincs nálunk az országban, az például a Debrecen elbukja a BMW-t ennyire? Tehát, hogy ekkora tehát, hogy akkora összeget bukunk el azzal, mint hogyha hogy nem kapná meg mondjuk. És hogyan lehet ezt, tehát hogyan lehet ezt visszahozni nullára, vagy csökkenteni a veszteségeket? Igen, hát egyrészt a kormánynak óriási felelőssége van abban, hogy hogyan végzi a kapacitásbővítést a felsőoktatásban, hogyan dolgozik a felnőtt képzés reformján, hogyan dolgozik azon, hogy a fiatalok egyre szívesebben választják ezeket a szakterületeket, tehát hogyan végzi a pályaorientációt, és óriási szerepe van a piaci cégeknek is, mert akár bevalljuk, akár nem, az már rég történik, hogy a piac átvett fontos oktatási funkciókat az államtól, mert már nem volt mit tenni ezért az átképző cégek, ezért a belső akadémiák, ezért a folyamatos belső képzések, tehát már rég nem tudnak a piacról kész szakembereket felvenni. Például a kutatás, amit nemrégiben publikáltunk, annak része, és ez még tovább szomorítja a helyzetet, hogy a legtöbb vállalat, ha fel is vesz egy kész programozót juniorként, körülbelül 8-10 hónapig nem képes ez a szakember értékteremtő munkát végezni. Tehát addig a vállalat továbbképzi, hogy képes legyen bekapcsolódni a termelésbe. És csak Magyarországon ilyen rossz a helyzet? A környező országokban, Európában hogyan alakul ez?
világszintű a hiány, de nyilvánvalóan a nyugati országok, vagy az Egyesült Államok szerencsésebb helyzetben van emiatt. Ennek több oka is van, mert a legvonzóbb cégek fejlesztő központjai ott vannak, és a legesleg tehetségesebb fejlesztők azok gyakran elhagyják a régiót, hiszen nagyon izgalmas projektek inkább az Egyesült Államokban vagy nyugatban. Szerintem Egyesült Államokban gyakorlatilag vagy mindegyik második fejlesztő, programozó vagy informatikus Indiából, Pakisztánból érkezik, tehát tudom, hogy honnan mennek, vagy Kínából, onnan a felvevő hiasz. De Anna említette ezt a félmilliós kezdőfizetést, amire biztos, hogy nagyon sok becsületesen dolgozó pék, meg asztalos felkapja a fejét, hogy atya úristen, de ez biztos, hogy egy párhuzamba kell vonni azzal a fizetéssel, kezdőfizetéssel, amit más országokban adnak. És úgy tudjuk megérteni. Az itthoni félmillió, az ott egy máshol kezdő informatikus pénze mennyi? Nem tudok erre pontos választ adni, de ami látszik, inkább az egy fejlesztő óra árával tudom összehasonlítani, ez talán összefüggésben van. Tehát, hogy ami mondjuk Nyugat-Európában 100-120 euróért tudnak eladni a vállalatok egy fejlesztői órát, vagy bizonyos szakterületeken akár 200-ért, Magyarországon 50-70 euró körülbelül egy fejlesztői óra. De én azt még mindig nem értem, hogyha van egy ilyen magas fizetés, akkor mégis mi a visszatartó erő? Miért nem akar senki informatikus lenni? Hát erre a kutatásra tudok hivatkozni azért, mert ez nagyon konkrét adatokat hoz. Azt állapítja meg, hogy a gyerekeknek, vagy a tinédzsereknek a legfontosabb információforrása még mindig a szülő. A szülő, aki amikor 40 éve pályát választott, akkor az volt a realitás, hogy az orvosok, jogászok, stb. Területek, amik a biztos megélhetést, a biztos karriert nyújtják majd, de ez azóta óriásit változott. Tehát van annál biztosabb a digitalizáció korában, mint az informatikus pálya? Nincsen, de ezzel gyakran nincsenek tisztában a szülők, a pedagógusok, azok a felnőttek, akik támogatják a gyakorlatilag 16 éves tinédzsert a pályaválasztási döntésében. De ez generációs probléma ennyire? Tehát én például tudom, én őszinte vagyok, én a 15 éves gyerekem, amit a számítógépen csinál és időnként megpróbálja elmagyarázni neki, én azt nem értem. Tehát ez egy generációs, ez a része generációs probléma, de azt értem, hogy a technológiai kihívás például neki az egy jó kihívás. Ha megküzd vele, akkor az egy szuper dolog. Így van. Szerintem a szülőknek annyit kell ebből csak megérteni, hogy a világ változik, és ma már nem feltétlenül jogásznak kell menni, ha biztos megélhetést és magas fizetést szeretnénk, hanem informatikusnak. Mit lát a tendenciában? Tehát egyrészt tudjuk, hogy milyen szám hiányzik, de mit lát a tendenciában? A lakáspiacnál is látjuk, hogy növekszik, csökken. Itt most tovább zuhan, vagy pedig azért stagnál valamire? Minden évben pár százalékpontot növekszik a jelentkezők száma, ami jó hír. Van rossz hír is, hogy a végzősök számát, és most a felsőoktatásról beszélek, az nem növekszik ilyen egyértelműen, mert az is egy fontos kihívás, hogy elhagyják a felsőoktatást a hallgatók már nagyon korán, azért, mert egyszerűen felszívja őket a munkaerőpiac. Tehát nem várja meg a 3,5 éves BSC-t egy informatikus hallgató, hanem azonnal munkát vállal egy nagy vállalatnál. Hiszen igazából, ha végigcsinálná, akkor is az a betanítási szakasz következne, és akkor is ugyanazt a pályát írhatná le, mint hogyha 2 év után ott hagyja az egyetemet. Ami szomorú, ez nem jó a gazdaság számára, mert hogy abban hinnünk kell, hogy az egyetem minden éve nagyon fontos tudásanyagot közvetít. De a munkát el tudja végezni ezek szerint, a végzettség nélkül is. Így van. Magyar szakember milyen egyébként? Tehát mi a nemzetközi piacon, hogyha megmérettetünk szakmai tudás alapján, akkor a magyar szakember, bár kevés van ezek szerint belőle, de milyen? Piacképest? Nagyon piacképes, nagyon optimális célpont vagyunk a nyugat és egyébként a fejlett Ázsia számára is, azért mert alapvetően kicsi a kulturális különbség, nagyon megbízható a munkánk, nagyon magas minőségű, nagyon jól képzettek vagyunk, viszont más hasonló kvalitásokkal rendelkező országokhoz képest mindig nagyon olcsóak. Olcsóak a magyar szakemberek. Van valamilyen akciótervük, hogy hogyan lehet betömködni a lukakat? Igen. Az IVS az már jó pár évvel ezelőtt nyilvánosságra hozta a digitális munkaerőprogramot, ami egy akciótervet, egy javaslattervet fogalmaz meg a kormányzat irányába, hogy hogyan lehetne
betömködni a lyukakat, hogy, hogy az önszobával éljek. Egyébként ezt a kormány továbbfejlesztette és beemelte egy kormányhatározatba, aminek most már a megvalósításán dolgoznak, ami szerintem jó hír. Ez az egyik fele. A másik fele pedig, hogy a munkacsoport most a többi játékos felé kezdett el kommunikálni, a vállalatok felé, hiszen amíg a stratégiai kérdések megoldására várunk, addig igenis a piaci cégeknek is van befolyásolási lehetősége azon, hogy mi történik a következő években, mert nem csak a hiányról beszélünk, hanem a megváltozott munkaerőpiac is súlyosbítja a helyzetet egyébként. Akcióterv tehát van, azt pedig meglátjuk, hogy milyen eredményre vezet. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt minket. Köszönöm.